tényleg érdekes, mert én még ennyi külföldivel Mátrába túrázás alatt nem találkoztam. Tehát ez furcsa volt számunkra. Ritkán látunk ilyen népes külföldi csapatot. Ez a szállás lehetőség biztos jön. Még több napja gyalogoltak, aludtak erdőbe, gondolom mindenhol, meg tudnak szállni, ruhájukat kimosni, megszárítani, és akkor tényleg frissen, kipihenten, új erővel tudnak menni tovább. És akkor ez egy tényleg nagyon kellemes emlék lesz ez nekik, mindenkinek. Aki tudja azt, hogy egy ilyen fárasztó, esős, hideg, mert olyan idő volt, nap után bemegy, megebédel, átöltözik, megfürdik, hát újjászületik. Lélekben, szellemben, testben, minden vagy. Az ember, ha építkezik, az látványos dolog, pláne tényleg 900 méteren valamit megcsinálni, egy olyat, ami még az országban nem nagyon van. Valószínű ilyen minőségű komplexum nem is nagyon lesz a közeljövőben. Biztos, hogy megosztó, formabontó. Az építészek nagyon szeretik, a turisták nagyon szeretik, tehát ilyen szempontból könnyű a helyzetem, mert amiben az ember belevág, azt próbálja megcsinálni a legmagasabb színvonalon. Az erdészeknek van egy zöld bibliájuk, ez az erdőtörvény. Ebben az erdőtörvénynek a preambulumába van belefoglalva, hogy az erdeinket milyen funkciónak kell megfeleltetni. Ez három funkció, sorrendiség nélkül, az egyik a gazdálkodás, a védelem, illetve a közjólét. Most hát ebben a közjóléti kategóriába tartozik az, hogy az erdő megismeréséhez, látogatásához, ahhoz, hogy a társadalom lakosai, tagjai kikapcsolódhassanak, bizony szolgáltatásokat kell nyújtani. A kilátó, amely egyébként a Mátrának egy olyan pontján találhatóan, szinte azt lehet mondani, a Mátra teljes egészével betekinthető, belátható, így a megemelése, mint egy 360 fokos sugarú körben körbe lehet tekinteni, maradandó élményt nyújt mindenkinek. A Gajatetői projekt nagyon érdekes módon az úgynevezett vasas síház felújításával indult. Erre kellett egy koncepciótervet készítenünk a Magyar Természetjáró Szövetség vezetőségének a megbízásából, vagy felkérésére, és aztán nagyon érdekes módon ez a projekt átalakult, megváltozott, a helyszíni tapasztalatainknak és az épület vizsgálatának a következményében. Ugye a helyszínen azt láttuk, hogy a Gajatető nagyszállóval szemben nagyon érdekes épület együttes van, és egy kilátó is egészen közel hozzá, amik mind nagyon elhanyagolt épületek voltak. Ez a nagyszálló, ez a 30-as évek végén épült a múlt században, és a maga idejében egy nagyon jelentős építészeti alkotás volt, és maga az egész célkitűzése az, hogy a hegyekben komfortos körülményeket teremteni, egy kicsit ilyen önellátó, vagy félig önellátó szinten távol a normál életkörülményektől. Ez egy nagyon progresszív gondolat volt akkor, és az épület megformálása és a modern építészeti egyében zajlott. Ugyanakkor ezt a hegyvidékre jellemző erőteljességet, időtállóságot fontosnak tartották. Az összes többi kis épületben, ami ezt a nagyot szolgálta, ezek jellemzően kiszolgáló épületek voltak, vagy pedig ilyen szolgáltatás bővítő, mint amilyen a kilátó. Ezekre is ugyanaz az anyaghasználat volt a jellemző. Ez a úgynevezett mátrai andezit, az a kő fajta, amit használtak nagy mennyiségben, ami egy nagyon karakteres időjárás álló kő. Abszolút fagyálló és nagyon szép rakott kőfalakat lehet belőle létrehozni. Na most, amikor mi ott jártunk, akkor a kilátón azt láttuk, hogy
gyakorlatilag a kilátás megszűnt, csak egy keskeny sávba lehetett már lelátni róla, mert megnőttek körülötte a fák, és az állapot az pedig nagyon romos. Az elmúlt 80 év, ami eltelt, az sok viszontagság következtében, illetve karbantartás hiány következtében leromlott az épület állapota. Maga a kőfal az nagyon jó volt, jó minőségű, és jól bírta, dacolt az idővel, de a kapcsolódó szerkezetek, főleg az acél szerkezetek, azok nagyon leromlottak. Úgyhogy mi azzal a mentünk vissza a megbízónkhoz, hogy ezt valamilyen módon ezzel kellene kezdeni valamit, egy nagyon fontos értéke ez a hazánknak, a helynek egy karakteres eleme, és egy attrakciója is lehetne, csak vissza kellene állítani, vagy akár új értékekkel bővíteni ezt a kilátót. Rájöttünk, hogy a Vasas síház, mivel távol van ettől a ponttól, az kevésbé alkalmas arra, hogy egy ilyen kiemelkedő projekté válhasson, mint aminek ők szánták ezt a turisztikai centrumot. Egészen közel a nagy szállóhoz volt egy régi, eredetileg munkásszállónak, meg ilyen irányító központnak használt épület, és az is ott állt gyakorlatilag üresen, elhanyagolt állapotban. És akkor szépen kibontakozott egy olyan vízió, hogy a Vasas síház felépítése helyett itt egy sokkal komplexebb együttes lehetne létrehozni, aminek a két fő eleme a kilátó, illetve ez a turisztikai centrum, és körülötte még több kis épület, ami szintén ezt a projektet, vagy ezt a feladatot tudja támogatni. Nagyon fontos a helyszínnek a megismerése, tervezés megkezdése előtt. Sokat voltunk fent Gajatetőn, már igazából a felmérés közben, amikor felmérjük ezeket a régi épületeket, már a közben beindul az embernek az agya, meg amikor feltárjuk, hogy vajon mit rejtegetnek ezek a régi falak, vagy a födém, már közben lehet közvetlenebb viszonyba kerülni így az épülettel, meg megismerni, főleg amikor már föl is rajzoljuk őket, meg érezzük a méreteit, amikor a bontás megindul, akkor meg már lehet látni, ahogyan az elképzelt funkciók és lehetőségek hogyan ízesülnek be ebbe az egész dologba, és ez nekem így frissen praktizáló étkészként egy nagyon érdekes folyamat volt, az, hogy ezt így végig tudtam az első skicektől a megvalósulásig követni. A műszaki kihívás az volt, hogy ezt az öreg kőtornyot, ami 17 méter magas volt, és már egyszer megemelték, tehát már ez nem az eredeti torony volt, hanem egyszer egy ilyen 3-4 méteres szakaszt már ráépítettek. Ezt hogyan tudjuk úgy megmenteni, hogy újabb 13 métert akartunk ráépíteni, hiszen a teljes magasság az 30 méter. De mivel már kőből tovább építeni elég irracionális lett volna statikai műszaki szempontokból is, és gazdasági szempontok miatt is, ezért új anyagokat használtunk, amit a mai kor alkalmaz. Ilyenek a látszóbeton, a tűziorganizott acélszerkezetek, rozsdamentes acélszerkezetek. Ezek mind olyanok, amit a fejlett országokban, az Alpokban, például Franciaországban, Svájcban, Ausztriában rendszeresen használnak ilyen extrém időjárási körülmények közt is. Nálunk kevésbé, nálunk inkább talán az időjárás sem olyan zord, és jobban az emberek fejében az van, hogy fából kell ilyen helyeken építeni. Itt a kőtorony adottsága ezt gyakorlatilag akadályozta, és ezért választottuk ezeket az anyagokat. És ezen kívül még szerettünk volna bizonyos szempontoknak megfelelni, amikben vannak nagyon régi elvek, Vitruviusnak a tartóság és esztétikum elve, ami 2000 éves alapeszme, és végigkíséri az építészet történetét. Ezt itt nagyon fontosnak tartottuk, pont azért, mert láttuk, hogy hogyan hanyagolódott ez a kilátó el, és szerettünk volna olyan megoldásokat, ami jól ellenáll az időjárásnak. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kell karbantartani vagy fenntartani, tehát az emberi gondoskodás az nélkülözhetetlen, de mégis olyan anyagokat akartunk, amik jól bírják a strapát. És hát akkor ehhez még hozzájött egy olyan fajta, ilyen szellemi töltet, amit kicsit az előzményekből is következik, hogy szerettük volna, hogy egyensúlyba kerül a régi és az új. Tehát mi nem akartuk elrejteni azt a gesztust, hogy most a mai kor hozzátesz ehhez valami jelentős dolgot, nem azt gondoltuk, hogy a régi alapokon, de ezekkel a mai hozzátétekkel
kibővítésekkel egy új egység jöjjön létre. Ezek mind építészeti szempontok, az építészet eszközei, eszközrendszerét behatároló szempontok. A műszaki problémák mellett rengeteg olyan kreatív gondolat, építészeti ötlet, vagy ilyen hozzáadott érték tudott keletkezni, vagy beleépülni ebbe a projektbe, amik egészen érdekessé teszik ezt a tornyot. Az egyik ilyen az, hogy a lépcsőt tulajdonképpen kényszerből ki kellett helyeznünk a külső oldalra. Nagyon fontos volt ennek a kőkilátónak az aránya, hogy azt megtartsuk. Amikor köré épült ez a lépcső, amennyivel a szélességét növeltük, annyival növeltük a magasságát is arányosan. Ezért az új kilátó is egy ugyanolyan szélesség és magassági arányú lett, mint a régi. A ráépítésben három kis helység kialakult, amit eredetileg lámpaszobáknak szántunk, és ennek statikai szerepe is volt, hogy ezek miért alakulnak ki, de a tervezés folyamán kitaláltuk, hogy ezek lehetnének ideiglenes szálláshelyek. Ezeket bivakoknak hívjuk a hegymászásban, vagy a katonai fogalomtárban is szerepel ez a dolog. Tulajdonképpen ideiglenes ott éjszakázást jelent valahol zord körülmények között, vagy legalábbis a természetnek hitett körülmények között. És ebben a három kicsi toronyszobában semmi komfort nincs. Tehát ez azoknak való, akik igazán ki akarják próbálni azt, hogy milyen érzés a komfortzónájukon kívül helyezve éjszakázni a természetben. És elég sok városi ember van, aki erre kíváncsi. Amióta átadták, gyakorlatilag teljes a foglaltsága ennek a bivakszállásnak, aminek a kialakítása is nagyon érdekes, színes ablakokkal, köralakú ajtóval, amin csak úgy be kell bújni, mint valami üregbe, és hát rendkívül puritán körülmények. Nem találtunk ezekhez a bivakszállásokhoz konkrét jogszabályi hátteret, hogy ezt most az építéshatóság vajon minek fogja értelmezni helységnek, mert ha ez helység, akkor már WC is kell hozzá, meg az ajtajait is direkt azért kerek alakúra csináltuk, hogy ne minősüljön helységnek, ezért ez igazából csak egy kis pihenőhely. Azáltal, hogy egy új létesítményé varázsolták ezt a kilátót, mindenképpen sok embert érdekel, hogy milyen lett, akkor nézzük meg. Úgyhogy szerintem az újdonság varázsa is ide csábítja az embereket, hogy megnézzék, kipróbálják, felmenjenek rá. És tényleg szép, szép. Meg ugye magasabb is lett, és olyan részeket lehet látni, ami eddig nem lehetett. És az ember jó, na ez, tehát megismerjük, hogy hol szoktunk járni. Jó. Tehát rosszat nem lehet róla mondani. Tehát csak jó. A kilátó nagyon sok örömet okozott, több örömet, mint gondot vagy bánatot. Meglepetésünkre nagyon sok pozitív elismerést kapott az építész szakmában. Két komoly díjat is bezsebelt. Ki lehet jelenteni azt, hogy még jobban figyelem központjába került miatt a komplexum miatt is az egész magyar természetjárás és az egész magyar túromozgalom. Nem, hát ez egy vonzó dolog. Mert ugye hosszú éveken át itt nem volt semmilyen fejlesztés, és akik már voltak 2-3-5 évenként, vagy alkalmanként, semmi újat nem láttak. És ha van egy gyugúj, látják a híradóban, itt-ott mondják róla, a turisták is egymás közt, akik esetleg az Zemplénből jönnek, vagy az Alföldről, ritkában jönnek erre, és akkor eljönnek. Kíváncsi, na kipróbáljuk, bemegyünk, kajálunk, vagy meg mit tudom én. Szóval biztos, hogy vonz az embereket. Minden új dolog. És van, aki szerintem csak ezért jön el ide. Tehát nem a Bükkbe, vagy nem a Pilisbe, vagy nem akárhová, hanem itt van ez az új dolog, na akkor most ide menjünk. De mitől válhat ez a hely még érdekesebbé? Tehát például van egy gondolatcsíra pillanatnyilag, hogy a régi pecsételő dobozokat, amit most cseréltek újakra, és több évtizedet töltöttek az erdőben, ezek a dobozok rengeteg embert érintette meg őket, ezeknek egyfajta kiállító színterévé váljon esetleg a kilátó. De felmerült olyan gondolat is, hogy akik eddig bejárták az országos kék túrát, illetve akik ezentúl be fogják járni, azoknak esetleg a neve valamilyen módon megjelenítésre kerüljön a tornyon. Tehát egy ilyen mémmé vált, és egy mémgyártási folyamatnak vagyunk a közepén tulajdonképpen, amikor a kilátó már önmagán túli jelentéseket is elkezd felvenni. Úgyhogy ez egy külön érdekesség.
A turistáznál nagyon fontos szempont volt a tervezésnél, hogy többféle célcsoport is megtalálja benne az örömét, vagy az ő számára szóló szolgáltatást. Ez abszolút az MTS részéről is elvárás volt, és mi is erre nagyon jól rezonáltunk. Ez egy szociális gondolat, ami arról szól, hogy a pénztárcától függetlenül mindenkinek legyen módja ott megszállni. Tehát diákoknak, idősebbeknek, családosoknak, vagy egyszerűen olyan túrázóknak, akik a kék túra útvonalán mennek, és tényleg egy hosszabb úton vannak. És ezért próbáltunk egy kicsi épületben egy differenciált szolgáltatást kialakítani, és ahhoz egy annak megfelelő differenciált érrendszert. Egy család üzemeltetés így családiassá is válik. Tehát ennek nem szabad ennek az épületnek nagyon távol lennie az emberektől. Ha bemegyünk, maga a turista centrum is az úgy hívogat a hatalmas nagy kandallójával, a barátságos tereivel, ahol az ember otthon érezheti magát. Én azt gondolom, még akkor is, hogyha funkcionális bizonyos szempontból is nagyon egyszerű, de nem akar igazából több lenni. Például a természetben a köveket megfigyeltem nagyon sokszor, hogy hogyan formálódnak, hogyan töredeznek, és nagyon érdekes, hogy egy pontban három él találkozik. Ez a turistáz formálásánál egy nagyon fontos eszköz volt arra, hogy ez egy minél természetesebb rátelepülő bővítés legyen, illetve az, hogy ezek az anyagok, mint a nyersbeton és a fémlemez, ez egy ilyen nagyon hosszú idejű, időtlen időjárás ellen egy ilyen páncélként működő épület legyen. Mindenképpen azt érzékelnünk kell, hogy mindig, aki meglátogat bennünket, most furcsa módon mondom, hogy esetleg egy fakitermelő meglátogat bennünket, tehát nyilván ez is a tevékenységünkbe tartozik, vagy adott esetben egy természetvédelmi szemüvegen keresztül nézzük a dolgot, vagy akár egy odasétáló turista másképpen látja és értékeli a ott tapasztaltakat. Hát nyilván egy természetbe történő ilyen beavatkozás, hogy építünk oda valamit, hát az sok oldalról meg lehet közelíteni. Sokszor mondhatjuk azt, hogy esetleg nem tájba illő, vagy nem odavaló, hagyjuk ott, ne bántsuk azt a természetet. De mégis látnunk kell, hogy van is egy alapmondás egyébként, hogy minél fejlettebb egy társadalom, a társadalom taglai annál többet fordítanak, nem csak anyagilag, hanem idő oldaláról is, a rekreációra, a kikapcsolódásra. És egy felmérés van, hogy legtöbb ember a természetben látja a rekreációt, hál' Istennek hozzáteszem. Viszont ahhoz, hogy a természetben valóban megkapja a rekreációs körülményeket, illetve biztonságban legyen, akkor kell ezeket az objektumokat megépítenünk. És itt van mindjárt a kilátó mellett ugye a turistaház. A turistaház jó magyar szokás szerint arra alkalmas, hogy befogadjuk az embereket, a turistákat, a kikapcsolódni vágyókat, a felüdülni vágyókat az erdőbe, de akkor jó magyar szokás szerint helyek kell kínálni őket. Ráadásul biztonságban legyenek, és célunk kell, hogy legyen, sok embernek esetleg üzletpolitikai célja is, de a más cél az, hogy több napot töltessen el. Nos, hát egy ilyen, hogy mondjam, vezérhajója a turistaházainknak ez a Galjai turistaház, turistacentrum. Túra után, ha kint hideg van, bőrigázik ember, akkor jó bemenni azért is, és mit tudom, hogy együtt a többiekkel beszélgetni. Sokszor órákig még ott ülünk a célban. Beszélgetünk, várjuk a többieket, a beérkezőket, és akkor na, elestél, eltévedtél, szóval ilyenek vannak. Jó. Tehát nem azt, hogy egyből haza, hú, gyerünk. Az elmúlt 4 évben a természetjárást, az aktív turizmust és a természetben való létet, azt messze fölemeltük és nagyon népszerűvé tettük az országban. Egyértelműen látszik az, hogy egyre többen túráznak, egyre többen indulnak el a kék túrán. Ez látszik a kék túra pecsétő füzeteknek a megvásárlásában is, hogy jelentősen megnőtt a vásárlóknak a száma. Egyre több információ jön be a kéken lévő turistáktól, arról, hogy mikkel találkoznak, mit javítsunk és mit változtassunk. Nagyon sok dicséret is bejön, de természetesen nagyon sok kritika is. És egyre nézszerűbb ez a
mondjuk úgy a sport, mert végül sport, amikor már 50 vagy 100 km az ember lenyom, az már sport. És rákapnak. Ennek a szülők, a pici gyerekekkel, na, menjünk, menjünk, és akkor végül természetjárók lesznek. Önkéntelenül. Anélkül, hogy ezt így megfogalmaznák. Vágynak arra, hogy kimenjenek a szabadba. Ha esik, ha először jó időben, süt a nap melegben, utána egy kicsit szeles, kicsit esős, és utána azt mondja, na, ekkor megyünk, akkor teljesen mindegy, milyen hideg van, hogy ömlik az eső, tök mindegy, akkor az ember megy.